lássuk akkor, és kezdjünk el dolgozni. Van-e kérdésed, mert még várok tőle kérdéseket. Igen. Hogy a megnyilvánult időforrásnak neveztetjük a metagalaxis közepén lévő Kronosz? Tehát, hogy onnan De föltétlenül megnyilvánult, mert megnyilvánult a időforrást nem lehet detektálni. De ezt a Kronosz, az a mi galaxisunk közepe, de a metagalaxis közep, azaz Uranos, nem Uranus, mint a bolygó, hanem Uranos. Az Uranos az a metagalaxis közepén van. És igen, megnyilvánult forrásnak is nevezhetjük, de a megnyilvánult forrás egy levegőelemet kelt, tehát egy fénykvantumot kelt, egy speciális, amit térkvantumnak hívunk ebben az esetben, egy térkvantumot kelt, és a térkvantum egy körbe másolódó 5 forrás 6 helyen. És ez egy téridő forrás. És a téridő forrás tahionok, körbe másolódó tahionok, tűzelemekkel. És ez így működik. És ez van a metagalaxis közepén is, meg a Kronoszban is ugyanez van, természetesen. Mindenhol egy térforrásnak kell lennie, a Földben is van, hogy hívják a Földnek a térforrása? Na? Senki? Jóli Tórem? Ugye Tór. Ugye, nem? Nem hallottátok? Vagy Gája? Ugye, Gája, a másik neve. Gája. Nagyon édes volt. Szegeden volt egy előadásom, egy ilyen színházteremben volt, és mögöttem megjelent a Gája, de ez egy akkora fej volt, hogy mint itt, ami nem beférne fel, ilyen nagyon nagy. Egy női arc, egy női fej megjelent, így előbújt a színpadból, így kidugta a fejét, az a Gája volt. Hát szétrúgták a nézők szétrúgták a székeket, majdnem ijedtük be. Hát egy őrült nagy fej jelent meg a hátam mögött, de mire hátra néztem, eltűnt. Én nem láttam, de a nézők mind látták. Néztem, hogy mi van, mert egyszer csak elkezdtek mutogatni, meg kiabálni, és akkor mi van? És akkor meg kidugta a Gája a fejét, mert róla beszéltem, és kidugta a fejét a színpadból. Nagyon jó pofán nézett. És látta mindenki, hogy ott van, tehát ő is egy térforrás, a Gája is egy térforrás, az a Földnek a térforrása, a Föld bolygónak, az egész bolygónak a térforrása, a Napnak is van térforrása, hogy hívják? Mondjuk meg volt Egyiptomban már. Ré. Hát Ré, persze. És hogy nem, a maorik hogy mondják a napot? Nagyon tanulságos, rá. Rának mondják a napot. Tudod, a népvándorlás arra ment, maorik felé, ott Új-Zélandon, a Föld túloldalán, és akkor hát ők mindjárt tudták, hogy minek kell nevezni. De csak ők, igen. De nem, ugyanaz a logika megvan Japánban is. Tehát, mert a Holdat meg úgy mondják a maorik, hogy Marama. Marama. A Marama az egy tükör szó, ha megnézed, középen az van, hogy Ra. Hát Marama, igen, a napot tükrözi a Hold. Tehát a napfény tükrözi ide, amikor látod az égen a Holdat, az ott a napfény világít a Holdon, és az ide tükröződik, és ezért Maramának hívják. Tehát eleve tudta az, hogy van benne egy térforrás alapban, tudta az, hogy az egy csillag. Képzeljétek, hogy Etoile-nak hívja már a fordító, és igen, mert hogy a Sumérben is, hogy az időt hogy mondják például a Sumérben. Udu. Nem idő, Udu. Na de az meg a D-nek a tükre, ugye? Az U meg a Du, tehát az U mind a két végén ugye U van a szónak, és a közepén egy D, Udu. Hát azért nincs hozzá közünk, mert a napot meg úgy hívják, hogy nap. Sumerül. Aztán mondjál még egy nyelvet, ahol napnak hívják. Legalább egyet szeretnék hallani tőled. Írjátok meg, hogyha valaki esetleg tudja, hogy milyen nyelven mondják úgy a napot, hogy nap. Mert hogy nekünk a sumérokhoz aztán semmi közünk nem volt. Na már, hát ez egy hatalmas kultúra volt, ugye? És ez ilyen hatalmas kultúrát, az ilyen kis senki áziak nem örökölhetnek. Az a miénk? Hát vedd majd észre, hogy mi. Nagyon ment a kisajátítás, nagyon dolgoztak rajta.
Hát a szumér tanszéknek a vezetője azt mondta, hogy maga akármi idehozhat, én akkor is azt fogom mondani, hogy nem. Kész. Megszakadtam maga a bizonyítéktól, akkor is azt mondom, hogy nem. És egészen pontosan ugyanez volt, volt még az A3 TV, és ott volt egy ilyen műsorban, ott volt a csillagászati tanszék vezető, a Marik professzor, ott volt a előadáson, egy műsorban, ott volt a Hargitai, a Kars, az Egeli Gyuri, akkor ott voltunk többen, az egyik táborban, a másik táborban a szkeptikusok, közénk raktak ilyen korlátot, még megvan, szalagon valahol még megvan ez a felvétel, de milyen aranyos volt, hogy a Nemere Pista, az a író, akinek vagy 7-800 könyve van, szerintem világrekorddel író, és a Nemere Pista azt mondja, hogy de hát professzor úr, én leírtam három oldalon keresztül, hogy melyik csillagász, hol jelenhatott UFO-t a távcsőben, hogy ki érzékelt, ki tud, a nagy nevű csillagászok, Messier, a Herschel, akármit is mondhat, én azt fogom mondani, hogy nem. Érted? Hogy nem látott soha senki. Én akkor is azt mondom, és kész. És ő azt mondja. Tehát teljesen megszakadt azt a bizonyíték. Bármilyen bizonyítékot hozhatsz, ő azt mondja, nem. Azt jó van. Mert én nálam a hatalom, majd én megmondom, hogy mit. Jó van, hát milyen hatalom van nálad, sírva vitte. Ekkor szegény már. De a lényeg az, hogy ugyanaz volt a katonaságnak a szóvivője, a felvétel elején Handa bandázott, hogy milyen UFO-król beszélsz, milyen UFO, lehet, hogy 3000 évvel ezelőtt volt itt valamilyen ilyen UFO, vagy 3000 évben jön, tehát ilyen nincsen, és akkor egyet dolog, addig cukottam az öreget, ameddig el nem szólta magát, hogy nem, mert az UFO-k a radaron másképp repülnek. Tényleg? Azok, amik 3000 évből jönnek, azok repülnek, te már láttad a radaron? Értitek mi a probléma? Tehát fölcukoltam és elszóltam magát, hogy nem, mert az nem úgy néz ki a radaron, mint egy repülőgép. Az is egy repülőgép, csak nem olyan technikával működik, mint a mi repülőgépeink, hanem térugrásokkal, és akkor innen eltűnik, ott megjelenik. És akkor kiszámolják ilyen lángelmét, kiszámolják, hogy hű, ez 8-szoros fénysebessége, 10-szeres fénysebességgel ment, és ezek, de nem ment komán. Itt volt, meg ott volt. És nem érti, olyan nincs, mert ő fölgyorsítja és lelassítja. Na de hát ha a tízszeres fénysebességgel fölgyorsítok valamit, és abban van valaki, abból mi lesz? Hát kréma az UFO falán. Érted? Hát, azért gondolj bele, hogy ráfékeznek 60-nal. Megy a busz, nem kapaszkodsz 60-nal, satúfékez a buszsofőr, te meg így elröpülsz, mert hogy zsebrakot kézzel ott állsz, mert olyan nagy arc vagy. Aztán közben egy fékezés, azt repülsz. Próbáld ki ezt Moszkvába, ott az olyan gyakori. Hát ugyan, vezet, így vált sávot. Nagyon durván. Úgy kell kapaszkodni, hogy ajaj, mert különben berepülsz a sarokba, nincs mese. Tehát moszkvaiak tudják, hogy kell kapaszkodni, én nem tudtam, és akkor ez furcsa volt. Tehát visszatérve, hogyha kanyarodik egy ilyen fénysebességgel haladó jármű, ott olyan őrületes gyorsulások lépnek föl a centrifugális erő miatt, olyan súlyod lesz, hogy fölkenősz, mint a kréma falra. Szép mász és ilyen izé lesz, egy ilyen véres krém lesz a falon, mert hogy ilyen lassulás-gyorsulás nem lehet kibírni. 10G-t ki lehet bírni 10 másodpercig. 10G. Ilyen centrifugában, így forog ilyen centrifugában, ilyen kabinban, és ott 10G-vel még a nagyon menő vadászpilóták is már nagyon pumpálnak, nagyon ügyködnek, hogy ne álljanak el, kimegy a vér a fejével, és vége. Elálljon. Tehát ha túl gyorsan, kis időn akar megfordulni egy ilyen vadászgép, akkor bizony az nagy veszély, ha nagy sebessége megy, az nagyon nagy veszély. Hát az UFO, így bohockodnak a vadászpilotákkal, beszélgettem ilyenekkel. Hát megy előttem, megyek, mit tudom én, 1000 körül, ezerrel megyek. Tehát 1000 kilométer óránkénti sebességgel megy. Nem megy még a hangsebesség fölött, de ezerrel megy. És erre
erre fogja magát az UFO, és derékszögbe eltűnik előle. Tehát megy előtte, és ez csak dink oldalra ilyen derékszögbe eltűnik. Nem kanyarodik, hanem derékszögbe tűnik el. Na most ez hiába próbál utána kanyarodni a repülővel, hát nem jön össze. Mert közben lemegy Lajos Bizény, mire megfordul. De majd kimegy Magyarországon, már úgy fordul meg. Tehát ez nem olyan egyszerű dolog, hogy csak úgy meg lehet fordulni. És arra gondolják, hogy vannak ilyen űrhajó tervek, hogy fénysebességgel megy majd az űrhajó. Hát mekkora évek kell neki fordulni, hogy ne gebedjenek meg benne az utasok. Tehát fénysebességű megy, és csak egész kis kitérőt kell neki csinálni, hogy kikerüljön egy sziklát, ami megvele szembe. Gyerekek, milyen radar kell hozzá? Ugye már egy másodperc alatt már a Holdnál van fénysebessége. Majdnem. 1,2 másodperc ide a Hold fénysebessége. Na, a fénysebességet nem lehet elérni, de megy 3/4 fénysebessége, ott a könyök mondjuk. Mivel előbb kell küldeni a radarjelet? Hát, a radarjelnek vissza kell még valahonnan érni. Milyen messzire tud kilátni a radarjával, hogy észrevegyen egy ekkora kavicsot? Ilyen ötlagi kavicsot. Milyen jó radarnak kell lenni, hogy egy ötlagi kavicsot észrevegyen, és kitérjen előle, vagy legalább rálőjön valamivel, és azért csak úgy mondanám, hogy a gőközöm szépen, a gőzfelhő is már ütközésnek számít. Tehát azért, én nem tudom, mentetek már bárányfelhőn repülővel, de nagy sebességgel, tehát ilyen 800 metrón körül. Rendes, nem vadászgép, hanem csak egy rendes utaszállítógép. Belemegy ilyen bárányfelhő zónába, akkor elkezd zakatolni. Mert sűrűbb, ritkább. Ugye, ahogy átmegy, neki megy a felhőnek, a sűrűbb. Kijön belőle ritkább, megint sűrűbb, megint ritkább. Így el kell dün, így zakatol a repülő, mert a szárnyai meg így tapsikolnak, legyeznek. Flutter. Flutter, az a neve. Flutter, igen. Szándékosan kerülöm a szakszavakat azért, mert hogy ez ilyen furcsa dolgokat hoz létre, de tehát már ez is, most csak 1000-el megyek, vagy 800-al, és már ilyen zakatolást csinál, de képzeld el, hogy belemegyek ilyen őrült nagy sebességgel egy ilyen kis felücskével, semmi. Amit szétlőttem, és gőz lett belőle. De igen, de annak a gőznek is a fajsúlya elég nagy, mert egy követ lőttem szét. És annak az atomjai, azok általában súlyos atomok. És a súlyos atomok, hát a gőz felül is súlyosak. És ilyen mondjuk egy vas nikkel meteorolt, és akkor a vas nikkel, hát van fajsúlya a vasnak is, nikkelnek is, közel is vannak, de akkor is ez egy nagyon, nagyon zakatolós lesz, ha neki megyek. Tehát egyszerűen nem tudsz kitérni, nem tudsz elfordulni. Nem így űrhajoznak a Földön kívülek, ez egy baromság, de így ezen gondolkoznak. Majd a fotonrakéta, amikor én kölyök voltam, már megvolt fotonrakéta, és akkor anyagot meg antianyagot össze, eresztenek egymással, és az őrült nagy fény fog csinálni, csak az őrült nagy fény hagyja a fotonrakétát, ez volt a fotonrakéta. Egy nagy tányér lesz a hátuljában, és akkor majd egy reflektor, és akkor ott annak a fókuszpontjában, ez parabolikus lesz, és a fókuszpontjában anyagot meg antianyagot eresztenek mindig össze. Hát mondjuk ebben már ott a probléma, hogy az antianyagot el sem tudja tárolni semmiben. Olyan mennyiségben, hogy rakétahajtásra elég legyen biztos. Mert már meg is szűnt az antianyag. Mit? Már nincs is. Sötét anyag az. Igen. Nekik nincs. Igen, hát szóval, hogy mondjam, ez nem a legjobb megoldás. A Földön kívüliek térugrásokkal közlekednek. Tudnak a térben is közlekedni, mint a mi repülőgépeink. És hát a legkorszerűbbek meg már olyan jól csinálják a térugrást, az veszélyes a térugrás, tudni. A tapasztalatlanok, ügyetleneknek veszélyes. Ha nagyon büfé benne, akkor meg tudja csinálni, hogy sorozatos térugrással, hogy ding-ding-ding-ding-ding, így mozog. Tehát nem az van, hogy földgyorsul, meg lelassul, mert itt látom. És a felvételeken látszik, hogy nem, ő közben nem látszik. Tehát a mozgása nem látszik. A felvételen el lenne kenődve. De nincs elkenődve ezeken a felvételeken, filmfelvételeken sincs elkenődve, mert hogyha folyamatosan mozogna, még egy képkocka készül, ott ilyen elkenődött csíkok lennének. De nem ez van,
hanem korrektül itt van, meg itt van, meg itt van. Nagyon érdekes. Vannak olyan, a gépek azok már nagyon gyorsan csinálják ezt, az 1,60 szekundon a 4-5-öt ugrik. Tehát az expozíciós idő az 1,60 szekundú volt a régi filmeknél. Ilyen filmeken vannak nekem ilyen térugrások, és ezek a térugrások teljesen egyértelműen azt jelentik, hogy ez nem mozog a térbe, hanem eltűnik innen és megjelenik ott. És így nincs veszély, hogy eltalál egy meteor. De mondjuk, ha nekimész egy meteornak olyan van, vagy oda képzed magad, oda transportálod át magad a térbe, ahol éppen van valami, ezért azt szokták csinálni, hogy előre küldenek egy szondát, és akkor a szonda így megy a, mindig előtted, megnézi, hogy jöhetsz, megint utána megy, így működnek. Ezeket föl lehet fedezni az UFO-s felvételeken igen gyakran, hogy ilyen szondák veszik körül, ezek védőszondák is, ha olyan helyre megy, ahol nagyon lövöldöznek sok a fegyver, meg bolondok, ilyen kóbolyok mindenhol vannak, akkor ahogy van egy stukerod, akkor lövöldözni kell, van egy kalapácsod, akkor meg minden úgy néz ki, mint egy szeg. Úgyhogy ez is ugyanolyan, van egy stukerod, akkor céltárgyakat kell keresni. És hát van, akkor lövöldöznek, és ott ilyen szondák vannak, ami eljogrik, olyan gyorsak, hogy elé tud ugrani a puska golyónak lazán. Még a lézerrel lőnek le, annak is elé tud ugrani. És miután úgy tudja megcsinálni, hogy tükröző legyen, akkor az visszaverődik róla. Tehát meg tudja csinálni, hogy egy olyan tükör, ami visszaveri a lézert, akármilyen hullámoszon, és akkor az lepattam róla, azt elmegy valahová, és akkor már a következő lövés elé megy a következő, de ezt őrült gyorsan tudja csinálni. Ezek a szondák gyorsabban tudnak ugrálni, mint az űrhajók, mert ott nincs életkockáztatva. Tehát nem ül benne senki. És ezért miután nincs benne élet, hát ezért 1000 Hz-zel is tud pislogni, megjelenni. Szóval őrült gyorsan tud ide-oda megjelenni, és meg tud téged védeni. És én már láttam ilyeneket, tehát ilyen szondát is láttam, eldobált térforrást is láttam már, tehát gömbvillámot, meg ilyeneket. És ezek nagyon tanulságos, nem csak filmen, a valóságban is sikerült látni. Tehát ezek mind nagyon érdekesek, mert a Földön kívüliek, amikor térugrást csinálnak, el akarják hagyni még a háromdimenziós rendszer, akkor még eldobálják azokat a régi térforrásokat, és akkor újakat keltenek, amivel el tudják hagyni a rendszert, és el is hagyják. Na, van-e kérdésetek? Mondja. Tehát tulajdonképpen megvizsgálja a szonda azt, hogy milyen időségűségű az a közeg, mondjuk egy gáz közeg, igen, a levegő. Igen. Tehát nem megy bele a hegybe, bele tudna menni, igen, csak ott nem tud, ott másabb a mozgás. Meg tudja csinálni, hogy kivág onnan egy területet a térben. Még azt is meg tudják csinálni, a fejlettebbek meg tudják csinálni. Volt az a, hogy hívják, az a Skiffy, a Schwarzenegger volt a Terminátor? A Terminátor, igen, igen. Na, a Terminátorban ott lehetett látni, hogy ahol megjelent, különösen a Terminátor 2-nél volt, hogy egy ilyen kamion mellett jelent meg rendőrruhában, vagy mit tudom, hogy jelent meg egy ilyen Terminátor, az időben odaugrott, és ott a kamionnak kivitte az oldalát, tehát mint hogy ilyen metszetet csinált a kamionból ott. Egy gömb metszetet, meg a kerítésből a másik, egy kerítésből csinált metszetet, és így körbe kivágta a kerítést, mert a kerítés mellett egy gömbbe jelent meg, de az a gömb az minden anyagot kinyírt, és akkor még ott izzott a drótkerítésnek az összes vége. Tehát az elvágott ilyen drótkerítés drót még izzott mindenhol körbe, ahogy ez elvágta. Az is érdekes volt, és jó felé kapáztak. Tehát annak, aki azt írta, meg az a díszlettervező, meg jelenettervező, az már tudott valamit. Mert már olyanokat tett bele, ami egész fantasztikus. Hát a Csillagok háborújában, hát ott azért úgy voltak olyanok, hogy csak néztem, hogy tényleg ilyen komolyan mondottat, tehát komolyan ez nem nagyon jó. De mit hallatszott a távoli ágyúdörgést oda a világűrbe, hogy lőttek a világűrbe. Hát mondom, jó van, komolyan csak egy nagy baj van. A világűr az légüres tér, és ott a hang nem terjed. Nem terjed. Nem hallod a süvítését a repülőnek, nem hallod a lövést, semmit nem hallod. Síricsen van. De tényleg síricsen van. Akkor egy esetben hallod, hogyha a robbanás füstje elér téged. Tehát egy közeg
van, ami oda viszi a hangrezgést. Mert a hang, ez a fajta hang, amivel én beszélek, ez a hang, ez a levegőnek vagy valamilyen közegnek a rezgése. Hát mondjuk a vasba gyorsabban megy, vagy 5000-en megy, vagy 5500-on megy a hang, az 5 km-t megy egy másodperc alatt, ott nagyon megy. Ameddig ez a levegőbe terjedő hang, hát ez ilyen nagyjából 330 méter körüli. De másképp megy a hideg levegőbe, másképp megy a meleg levegőbe. De a lényeg az, hogy úgy nagyjából egyforma sebességgel megy, de ez jó hallható, másképp más sebességgel megy, jó mérhetően. És ez a hang, ez más, de hát a világűrben nem terjed a hang. Tehát ott ilyen, volt tudod, ilyen csata, és akkor ott lőtték egymást, ilyen űrhajók, meg minden. Jó hangzik, hogy lövik egymást, meg dörög, meg távoli ágyúdörgés. Jó hangzik, komolyan, csak ez egy baromság, mert a világűrben nincs hang. Annyira nincs hang, hogy hallod a szívlavagásodat, de nagyon. Itt a csuklódban is hallod, nem kell, hogy így meghallgass, hanem olyan kifinomodik a hallásod, mert olyan baromicsár van, hogy ezt elviselted, mert azok, akik ilyen mindig lápások, azok megdöglenek, megőrülnek a világűrbe, ilyen űrhajósok is, mert hogy tudod, mindig a fülhallgató a fülén volt, és mindig szólt a zene, és mindig, igen, de ott olyan mértéktelen nagy csend van, hogy bele bolondul. Nagyon nagy csend. Tehát a legkisebb zaj, már mi volt ez? Tehát a legkisebb zaj, már kapott fel a fejed, a hallásod is kifinomult. Mert hogy sokáig nincs semmilyen zaj, és akkor úgy kezd kifinomulni. Hát tudom, hogy egy fél évig már, az már egy nagyon érdekes dolog lesz. Szaglásod is megváltozik, hát büdös is van egy ilyen űrhajóban, de tényleg. Szóval hiába minden elszívó, meg minden, ezért büdös van. De egy ilyen zárt szekrényben vannak hatan, ott büdös van, nincs mese. Nem az, hogy elfigge magát, hanem büdös van. Izzadságszag van, szarszag van, minden, büdös van. Húgyszag van, büdös van. De űrhajót hiába próbálják szellőztetni, hát ez büdös, egy ilyen, mint az űrállomás, hát az büdös van. Jó, hát aztán ilyen szagsüket lesz egy idő múlva már az ember tőle, hogy arra a szagra már, ami ott van, már nem nagyon érzékeny az orrod. Ez mindenkinél működik, ez a szagsüketség, ez mindenkinél működik. Mondjuk próbáld ki, hogy reggel elmész a klotyóra, kakálni mondjuk, nem pisilni, hanem kakálni, elvisz a klotyóra, és talán 3 perc van, 4 perc van, 5 perc van, menjél vissza. Csak menjél be a klotyóba. Olyan büdös lesz, hogy de benn ültél egy negyed órát, és nem volt büdös. Tehát szaksüket az orrod a saját szagodra, de ha visszamész, akkor már nem. Ez milyen érdekes, ez is. Tehát, hogy miket csinál az emberi szervezet, az érzékszerveink, hogy működnek. Tehát ki tudja maszkolni azt a szagot, mondjuk akik ilyen döghús telefen dolgoznak. Tud gyerekek, ott olyan embertelen bűz van, hogy azt el nem lehet mondani. Azért volt illatos út, meg az illatos úton. Hát voltak ilyen döghús telepek, gyerekek, olyan büdös volt, és azok, akik ott dolgoznak, meg nem, azoknak nem is büdös. Mert már az óra szaksüket rá. Tessék, Páncsolj! Elhangzott egy pár előadásban már, hogy egy professzor bement, a Veszem legutóbbiba is, bement egy UFO-ba, és ő saját érzékelése szerint csak negyed óráig volt benn, ugyanakkor a kintiek úgy érzékelték, hogy már 5-6 órát volt. Igen. Ezen azért kicsit elgondolkodtam, és arra jutottam, hogy amikor ő bent volt, ő azt az idő érzékelést vette, amit az UFO-k látnak a mi társadalmunkban. Úgy van. Tehát például nálunk volt ez a 2 éves pandémia nevű valami, ő ezt lehetséges, hogy egy teljesen más időintervallumnak látja. Az egész biztos, hogy így van. Egy kicsit olyasmi, mint amikor én föltudok egy hangyabolyt, hogy ők elkezdenek zsizsegni, és csak megvizsgálták, hogy van a zsizsgés, és mi történik? Igen. Bedobtak egy koroncot, aztán... Jó van, megnézték. Megnézték. Én nagyon, nagyon sok ilyen van, és nagyon sok civilizáció jön a Földre. Ezért én arra jutottam, hogy ez nem egy 4D hatás, hanem őnek van egy logális idő
szinkronjuk, vagy... Jó, és akkor minek nevezett a nemlét? Jó, mondja, minek nevezzük? De, időhatás. De ő a 3D-s eszközben volt benne. Igen, látszólag. Látszólag. De azt ő ki tudja kapcsolni, és akkor 3D van benne. Tehát ő le tudja kapcsolni ezt a hatást. A hajtóművet okozták ott ezt a hatást, mert járt a hajtóművet, ilyen lezvantufóban volt, amiben még járt az egyik hajtómű. Az már nem volt elég, hogy megemelje az űrhajót, de könnyebbé tette, de közben megváltoztatta maga körül a teret. De ezek a hajtóművek igazából térforrások is. És ezek a térforrások megváltoztatják, a saját terükre változtatják meg a dolgokat. Fantasztikus érdekes ez. És mivel ezek általában forgó rendszerek, ha csak nem nagyon nagy frekvenciával forgó fénykvantum, térkvantum van benne, mert ez a szokásos már inkább. De vannak olyan téri hajtóművek a régebbi űrhajókban, aminél a Coriolis erővel repül. Coriolis erővel repül. Az nagyon jó. Ez egy kettős forgás. Ki tudod próbálni, mint bicikli szerelő, hogy leülsz egy forgó zsámolra, van ilyen zongoraszéked, ilyen forgó valamit, és valaki megforgatja neked így a kereket, így megfogod a tengelyét, a két oldalt, és valaki megforgatja jó erősen, és utána próbáld meg elfordulni vele. Nagyon érdekes lesz, mert így kicsavarja a kezedet. Igen. Tehát nem tudod így vinni szépen, hanem így kicsavarja a kezedet, mert hogy olyan felhajtó erő lép fel. Egy kollégám volt hát ez már vagy 35 évvel ezelőtt volt, a számokas kollégám volt, és nekem már régi kollégám volt, együtt dolgoztunk sokáig, 70 óta, szóval tényleg nagyon régi kollégám volt, és ott volt az, hogy azzal szórakozott, hogy a csóválta a feje fölött a NDK hajszárítót. Az egy ilyen csőszerű hajszárító volt, volt benne egy ilyen fúvóka, meg egy ilyen izzószál, ami fújta a meleg levegőt a hajszárításnak. És ment a motorja, és így elkezdte a drottyára fogva a feje fölött forgatni, és megváltoztatta a szögét. Tehát nem tudta vízszintesen forgatni, hanem úgy forgatta, az egyik irányba forgatva lefele ment, ilyen kúposan ment a drótja, másik irányban meg fölfele ment. Tehát felhajtó és lehajtó erőt is lehetett így termelni, hogy így megforgatott egy ócska hajszállítót, érted? Ez az érdekes. Tehát nem kellett hozzá, mit tudom, meg micsoda. És az volt a nagyon érdekes, hogy a fal túloldalán dolgozott. Akkor már más részlekhez került meg minden, de haverok voltunk, hát régóta ismertük egymást is. Na, ő a fal túloldalán dolgozott. Aztán kiderült, hogy ezt nekem elmesélte, azt áthívtam, na nézd ide. És mit terveztem? Egy antigravitációs hajtóművet terveztem kettős forgással. És mutattam neki, hogy nézd meg, a fal túloldalán én meg ezt terveztem, milyen érdekes. Nem, mi nem beszéltünk egymásról, ő nekem ezt nem mutatta, hanem akkor elmesélte, ráthívtam, na gyere nézd meg, itt van a tervrajz. Tehát, hogy mennyire a gondolat, mennyire átjött a falon, a fal túloldalára. Nem őtől levettem a gondolatot, de terveztem egy ilyet, de lehet, hogy őtől vettem, az is meg lehet, mert igazából a tudatban mi mindegyek vagyunk. Csak amikor egy valami, valaki töri a fejét, egy valami témán, mondod, hogy Puskás Tivadar Bell, ugye, hogy felfedezte a telefonközpontot, mind a kettő majdnem egy időben. És egy csomó ilyen volt a Bolyai Lobacheszki esete, hogy a Gaussnak elküldték a dolgozatukat egyszerre, és mind a kettő elhagyta a euklidészi geometriát, és a nyereg felületek meg a gömbfelületek geometriáját kezdte el vizsgálni mindegyik, és elküldték a Gaussnak, aztán érdekes mondani, ezt agyonhallgatták, pedig ez egy lényeges dolog volt, mert az, amit nekünk tanította, az egy kis rész az egészből, egy pici rész. Olyan, mint az, hogy az összes elipszisek közül nekünk csak a kör tanítják. Meg, mert az egy speciális eset, amikor a két fókuszpontja az ellipszisnek éppen összeesik. Az a kör. A Commodore-on, a Basic-ben úgy lehetett kört rajzolni, hogy megadtad a két fókuszpontot.
Te ugyanoda adtad meg a fókuszpontot, kétszer ugyanazt adtad meg, akkor kört rajzol. Ha távolítottad egymástól, egyre nyújtottam ellipsziseket rajzol. Lehetett vele, nagyon jó, Simon Basicben nagyon sokat szórakoztam ilyenekkel. Volt egy ilyen Simon Basic nevezetű, megvan még, még kazettámmal is megcsináltam, tehát fölköcsögnünk a motorra, és már is Simon Basic a gép, mert az alapvető Basicben nem volt igazán jó a grafikus rendszer, aztán volt egy Geos nevezetű, az még sokkal jobb lett utána, de azt már nem tudtuk megvenni, mert drágán adták meg minden. De aztán le tudtuk másolni, de lemásolni sem volt egyszerű, ravasz trükk volt benne. De a lényeg az, hogy már jól lehetett grafikusan ábrázolni. Tehát nekünk azt tanítják meg, hogy a háromszögnek, a szögeinek az összege 180 fok, ezt mindenki ugye betanulta. De csak a sík háromszögnek a szögeinek az összege 180 fok, mert a gömbfelületet bizony 3x90 is lehet, mondjuk ott van egy földgömb, északi sarkon lemegyek az egyenlítőig, aztán elmegyek az egyenlítőn egy negyed földet, és visszamegyek megint az északi sarkra. Mindig 90 fokot fordultam. És 3x90 az 270 fok, és nem 180. És az egy háromszög, egy gömbi háromszög, amit én rárózottam a földre. Tehát abszolút hülyeségeket tanítottak nekünk, mint valami megváltoztatatlan, valami kimondottan bonyolult dolgot, mert ez olyan bonyolult, ez a gömbre rajzolt háromszög, ezt meg sem lehet a gyerekeknek magyarázni, de hogy nem. Legfeljebb a gyerekek okosabb lesznek és nem hülyék. Ennyi. És a nyerekfelületre megint más miatt lehet rajzolni. Ott meg hegyesebb szövet lesznek. Tehát itt van a lényeg, hogy ezt föl kellett fedezni nagy matematikusoknak, hogy hát van, nem csak sík háromszög van. És ez a lényeg az egészben, hogy nekünk néha olyan maraságokat tanítanak, hogy jó van, ez speciális esetet tanítanak, de nem csak speciális esetek vannak. Na, tehát, hogyha ha belegondolok ebben az egészben, hogy a tananyag az nem korszerű, nem követi az igényeket, nem követi a lehetőségeket. És nem azt jelenti, hogy mindjárt a hármas integrált kell az általános iskola első osztályában tanítani, nem ezt jelenti. De tessék megnézni, hogy a háromszor tanulod meg ugyanazt. Tehát mondjuk történetben az általános iskolában megtanulod a történelmet, valamelyik megtanulod belőle, elmész a gimnáziumban, újra ugyanazt a történelmet részletesebben megtanulod, aztán elmész az egyetemre történésznek, és akkor még részletesebben ugyanazt a történelmet megtanulod. Tehát teljesen felesleges. Ha az érdeklődést fölkeltenék rá, azzal százszor többre jutnának. De nem tudja fölkelteni. Tehát a fegyelmező tantárgyak miatt baj van. Most megy a pedagógus tüntetés, és tényleg a pedagógusok hát nagyon nyápic kis fizetéseket kapnak ahhoz képest. De a tananyag is olyan, amit tanítanak, az is nyápic. És aki igazán jó fizikus volt régen is, Nézd meg, akik a Fasori gimnáziumban jártak, ott tanultak fizikát, azok Amerikában mekkora karriert írtak le. A marslakók, igen. Milyen karriert írtak le? Hát azért, mert ott egy olyan fizikatanár volt, nekem is szerencsére volt ilyen fizikatanárom, aztán volt egy fizikatanárom később egy évig, aki egy nagyon rendes srác volt, de inkább a foci meccsről, a Fradi meccsről meséltem a fizikáról. Mert őt sem érdekelt a fizika, szóval nem igazán lehetett, hogy mondjam, alapozni arra, amit magyarázott, tanított. Én javítottam a tévéjét is, ugye akkor gimnazista koromban már javítottam a tévéket, mert rádiomatőrködtem, és a rádiomatőrök azok nem csak hallottak a rádióról, vagy kívülről nyomkodják, hanem általában meg is tudták építeni. A jobb rádiomatőrök meg tudták még az adóvevőjüket is építeni. És ez volt a lényeg, és most is megtudják. És ott van a probléma, hogy az emberek jelentős része már csak ilyen nyomkodásban van előadva, de már halvány fogalma nincs, hogy működik a telefonja. Semmi fogalma nincs, egyáltalán nulla fogalma van róla. De ő nagyon tudja már nyomkodni, és azt képzeli, hogy ezzel ő korszerű. De mi lesz korszerűként, ha mondjuk az összes internet összehallja magát? Mi lesz korszerűként? Akkor nem lesz. Még a GPS is összehallhatja magát egy idő múlva,
mert a műholdak, a GPS műholdak is el tudnak halni egy idő múlva, az vége. Valamilyen hűtőrendszerük elhal, vagy tudom én, és már vége is van. És ott is hülyítettek minket, mert a katonai GPS is akkor, mert hogy azért le volt hülyítve a GPS, hogy ne lehessen vele rakétát irányítani. És akkor utána megjelentek, nagyon kis, egy-két évre rá megjelentek olyan GPS-ek, kocsiba való GPS-ek, amiben már centipontosan ott volt, ahol kell, és azt is látta, hogy átmentem a mellette lévő sávba, és itt tovább, itt fordul jobbra, itt fordul balra, mindig tudja, hogy most értél a körforgalomhoz, most értél, minden tud róla. És ez a lényeg, ez segíti az embert, igen, csak ott van egy probléma, hogyha csak úgy tudsz hazatalálni, hogy a GPS irányít, akkor baj van, mert ez a GPS, mondjuk elrablik a telefonod, akkor ezt nem találsz haza. Fiataloknak egy jelentős része anyja távirányítás alatt talál haza. Látunk. Nem tanították meg, nem tud térképet olvasni. Nem tud. Odaadom neki a térképet, fejjel lefele nézegetni. A szövegek ott vannak, de akkor is fejjel lefele nézegetni. Tényleg? Komolyan gondolom? De odaadom neki a térképet, hogy na nézd meg, itt van. Fejjel lefele nézegetni a térképet. Mondom, ez így nem lesz annyira jó, nézd, fordíts meg, és akkor meglátod. De ez körülbelül olyan, mint nagyon aranyos volt, volt egy ilyen átverős show, amiben a polszki fiatba beraktak egy 200 literes tankot az ülés alá, és beálltak, hogy tele. És akkor nyomták bele a benzint, és 30 liter, 40 liter, 50 liter, 100 liter, 150 liter, de volt a benzinkutas csúszott, másodt leesett a kocsi alá, hogy a biztos kifolyik van ahol, mert ennyi nem fér bele egy polszki fiatba. Az is aranyos volt, meg azt is nagyon imádtam, hogy ilyen átverések, hogy egy burdának a rajzát. A Sándor Gyuri. Nem az csak a Sándor Gyuri, hanem azt egy osztrák filmből vették, ilyen átverős filmből, a Sándor Gyuri is, de nagyon édes aranyos volt, hogy a burdának a rajzát odaadták, így kiterítették a kocsi tetejére Bécsbe, hogy hol van a Mária Hilfestrasse, és akkor... De ez egy burda szabásminta volt, és volt, aki azon keresett. Nem azt mondta, hogy ez szórakozz velem, ez egy burda szabásminta, hanem elkezdett rajta kerülni, hol lehet, és... Hát onnan látszik, hogy nulla volt a térkép ismerete, nulla, hogy nem veszi észre azonnal, hogy ez nem egy térkép, és nem veszi észre. Azt mondta, hogy hát ilyen nincs, de van. Így el, hogy van. És ott van a térkép a kezében, nem találod a térképpel sem. Itt a posta előtt állított meg engem egy ilyen nagyon édes, csinos kis fiatal lány, mennyi lehetett ilyen 18-20, megállított, és akkor, hogy hol van a Visegrádi utca, mondom. Hát a Visegrádi utca az nem itt Óbudán van, hanem ott át kell menni a hídnek a túloldalára, és ott jobbra ott lesz a Visegrádi utca, de hát itt a térkép a telefonján, feje lefele fogta az is. Nekem nem kell térkép, mert tudom, hogy hova megyek. Itt felszáll a villamosra, átmegy a hídon, és ott elmegy két megállót, és ott meg fogja találni a Visegrádi utcát. Tehát ez az, hogy nincs felkészülve rá. Mert nem kellett neki. És mindig, mindenhol kinyalták a fenekét fényesre, mindenhol kiszolgálták, mindenhol alá tettek mindent. Nem tanult meg térképet olvasni, nem tanult meg semmit. Nem tanult meg főzni, nem tanult meg semmit sem tanult. Nem ért semmihez, nem. És akkor mi lesz, ha majd öregszik és megcsúnyul? Akkor jön az öngyilkosság. 40 éves korában kötik fölfele magukat, mert addig így így csinált, és minden férfi ott ugrabugrált körülötte, mert gyönyörű csajszi volt. Na, de akkor már kezd öregedni, ráncosodni, kezdi már pockolni a cicéjét, már nem úgy vár, mint fiatal korában, akkor melltartó nélkül is nagyon elegáns volt, de az most már nem annyira, és akkor utána már bajban van, és akkor köti fölfele magát, mert most már az élete nem ér semmit, mert nem ugrálnak körülötted. Talán arra kellett már rászokni, hogy csinálj valamit, ahogy ugrálnak körülötted, az jó, de ne ebben legyél foglalva, hanem az, hogy legyen fejedben valami, meg tudjál főzni egy jó kaját, mindenkinek ajánlom. Tanítsanak a gyerekeket főzni. Neki mért ki, hogy te ne mosogassál meg, mert persze, hogy el fogja dobni a legdrágább porcelánodat. Na hát, először ocskát kell nekik ütenni, nem a legjobbat,
Herendét úgy dobja, mint a húzatot, soha többet ne kell mosogatni neki. Oh, 16 évesen úgy eldobja, mint a saját kicsúszott a kezem, még a mai csúszik. Tehát az el fogja neked játszani. Meg a ócska valamit odaadsz, ócska cseréptányért, akkor eltöri, nem számít. Viszont nem tud kitérni, mert az a lényeg, nem baj, szedd össze, sokat össze, és folytasd. És nem kell ott vele nagy drámát alapítani, alakítani, hanem csak, hát ez van, és csináld meg. És ugyanúgy a gyerek, fiúkat is megtanítottam főzni, tudnak is mindegyik főzni. Megtanítottam főzni, és ettől kezdve nem tudják zsarolni a feleségeik, nem tudják őket zsarolni, hogy egy teát se tudná nélkül megfőzni, mert ezt csinálják a lányok, hogy te egy hülye vagy, mert én teát se tudsz főzni, de ő se tud főzni, de zsarolódik mégis. De meg kell tanítani, és akkor megtanulja, és jó lesz. És a gyerekeinek nem pizzát fog rendelni, mert a csecsemőnek hiába próbálsz pizzát adni, az annak még nem való. Tehát igen, ez a probléma. És nem szoktatja, mert majd ilyen lesz a cicia, vagy olyan lesz a cicia. És ki a fenét érdekel? Miért te, ha neked a feleségednek elkezdett lógni a mellé, mert szoktatta a gyerekeidet, akkor te izélsz, te lenézed attól kezdve, meg semmi is, dehogy is. Legnagyobb tisztelette vagy iránta, mert fölnevette a gyerekeidet. Tehát ezek ilyen, hát úgy mondjam, ilyen lényegtelen dolgok, amit nagyon lényeges jelennek. És ott kezdődik a baj, hogy hát ha nem szoptatja a gyerekét, mert ilyen szízékkel, szar tápszerekkel letetni, akkor csodálkozik, hogy beteges lesz a gyerek. Tessék ezzel kicsit elgondolkodni, hogy miért van az, hogy a gyerekek kevésbé betegszenek meg a járványoknál. Sokkal kevésbé. Vagy nagyon gyorsan meggyógyulnak, nagyon lázasok lesznek, 40 fokos láza lesz, neked csak 38, neki 40. Már ízik a gyerek olyan, de pillanat alatt legyőzik, és hogyha te ész nélkül lázcsillapítasz, te tényleg ész nélkül, egy picit se hagyod lázasnak lenni, rámeted magad, megmentelek, egy kicsit sem hagyod lázasnak lenni, akkor nem tudja a szervezete a vírusokat kinyírni, mert a lázzal nyírja ki. Amikor már nincs eszköze, akkor a láz következik. Amikor már megszűnik a biológiai védekezés. Aztán majd fölépíti a biológiai védekezést is, aztán két lapúval betegségnek kiállunk. Tehát gyerekek azért kevésbé fertőződnek meg ezekben a járványokban, mert amikor kicsik voltak, akkor rengeteg közbenyalták gyerekkorodban, meg szoktál a cicidon. De a cici az nem csak kimenet, hanem bemenet is. Nem csak a tej jön belőle, hanem impulzusok mennek befelé, és ezek az impulzusok nagyon speciális, mint egy vonalkód, ez egy nagyon bonyolult impulzus egyszer, ami a merdimbó keresztül az anyjának beadja a gyerek, és ettől kezdve az a betegségre megrendeli az anyjától a gyógyszert. A csecsemő, a kis szopos csecsemő megrendeli az anyjától a gyógyszert, a ciciből jön a gyógyszer. És olyannyira, hogyha két mellén szoptat két gyereket, egy öreg, mondjuk egy év van köztük, és olyan gyorsan születtek, még mind a kettő cicizik, egymás cicije nem kell a gyerekeknek. Tényleg. Átrakod a másikra, mert az nem szívta ki rendesen a tejet, a másik nem kell. Tehát ő a saját cicijéről akar, mert ez az ő cicije. Miért? Mert ő azzal rendel gyógyszert. Ebből más jön. Én ne azt kértem, hanem ezt. És ez az érdekes, hogy működik. Nem elég a laktokémia, nagyon alaposan kell merülni benne, nagyon alaposan kell utána nézni, és mérhetők ezek az impulzusok, nem is kell hozzá túl bonyolulni. Tárolószkóppal le lehet tárolni. Lehetne olyan gyógyszertejet gyártani Magyarországon? Figyelsz? TBC-ellenes tejet lehetne gyártani? Hát persze. És attól kezdve mennyire lehetne azt eladni? Ez a kérdés. Nem tudnád 5000 forintért eladni az egy litert? Dehogy nem. Rinyálnak a gazdák, mert ennyire veszik át a tejet, annyira veszik át, jön rinyán. Hát ha lenne a tudás a fejéből, ezt kidolgozná. Tényleg olyan tudás van a fejébe, kidolgozná, akkor ez nem lenne probléma. Ilyen fejvázat rendeltek tőlem egyszer, a holland Miele fejváznak a másolását. Próbálták elvtársak megrendelni, hogy csináljunk meg.
meg is tudtam volna már csinálni, akkor volt éppen a rendszerváltás fel, aki megette, és bezárt az a cég. Tehát eladták. De akkor ez egy, hát a mostani pénzben ilyen, hát ilyen 500-800 milliós üzlet lett volna. De mostani pénzben átszámítva. Tehát nagyon, nagyon nagy üzlet lett volna. És arra nem is beszél, hogy ebből aztán még hányat lehetett volna eladni. Mert hogy jobban csináltam volna, mint a hollandok, sokkal jobban. Én láttam, hogy hogy működik, megnéztem. Mondták, hogy neki titkosítás, nem szabad nekik semmit elmondani, mert nem kell semmit elmondani. De hát mondom, nem kell elmondani, semmi. Fölnézek a tetőre, ilyen rádióvezérléses tehén mérőke volt, fölnézek a tetőre, mondom, ez 27%-zal megy. Honnan tudom? Hát mondom, hogy az a modell irányító sáv. Az az egy. Hát hol menjen akkor ott? És ott bent. Tehát ezek el voltak ágyúan. Hát itt értesz hozzá, akkor értesz hozzá. Ennyi. Fölnéztem, és akkor ugyanúgy a tehén, és akkor mondtam, hogy egy 51-es van a tehén nyakában, az a soros IC a nyakában. És az volt a nyakában. Egy tekercs volt a nyakában, meg egy kis impulzusadó, ami kiadott egy jelsorozatot, a tehénnek a sorszámát adta ki, behajult a tehén az etetőbe, az etető azt mondta neki, hogy nem kapsz. És mert hogy már megkaptad a vacsorádat. De olyan, ha tehén hajolt be az etetőbe, aki még nem kapott vacsorát, az kapott. Persze, csak egy számot sugárzott be ez a vacsak. Hát most már sokkal egyszerűbben megvan oldva. De egy ilyen volt, egy ilyen nagy kolosz volt a tehén nyakában, abban ilyen ki volt öntve műanyagtával, titkosítva, minden. Mondom, nem kell semmi, már tudom, hogy hogy működik. És így tovább. Tehát egy csomó ilyen volt, egy pillanat alatt láttam, hogy hogy működik. Jó, ezt is látom, azt is látom. Mert mit tudom, volt ilyen, 25 000 dollár az egység. Nem kell nekem itt ezt megvenni, hát ideadjátok, nem fogom bántani, van egy jelenetek, van rossz, van. Na jó van, akkor megnéztem, jó, már értem is, hogy működik. Egy rövid hullámú tekercs volt, ami megváltoztatta a frekvenciáját, hogyha mosósabb ment, vagy ha te. Hát én olyat csináltam rögtön, hogy megmondta, hogy 2.8-as tej megy rajta, vagy 3.2-es. Nem az, hogy sav megy rajta. Még a tejnek a zsír tartalmát is nyugodtan meg lehetett mondani. Más anyag meghatározásra is tudom használni. De ami folyadék, azt meg lehet mondani, hogy ebben mi megy most, milyen sűrűségben, mit tudom, meg lehet mondani. Mert egy spektrumot ad le, és megcsináltam. Hát annak semmi köze már nem volt ahhoz, amit ezek ott a hollandok kitaláltak. Ezért baromi drágán adták, aztán jó van. Ugyanaz volt, fölmentem a KFK-ba, mutattak nekem egy ilyen tunnel effekt mikroszkópot, és valami bonyolultú volt megcsinálva, 25 000 dollár volt. Szóval úgy adtak a szájára. Hát mondom, ne, hazamegyek. Ezt egy szupraforó lemezjátszó pick-up-el megcsináltam ugyanazt a 25 000 dolláros izért. Ja, működött, lehetett látni vele az atomokat. Csak néztem, hát igen, tudok én csinálni, és hazamentem, és megcsináltam. Tehát ez olyan, ha valakiben van olyan barkács ösztön, meg érti, hogy hogy működik, meg mit csinál, ugye két eltérítést kellett csinálni, mit csinál a lemezjátszó tű, így van két barázda, és a két barázdából ez a mondjuk a jobb csatorna, meg a bal csatorna. És akkor ebben megy egy tű, ami össze-vissza csalinkázik ebben a tű, mechanikusan össze-vissza rázogatódik a tű, és ez adja a zenét. Na jó, de hát ez igazából van benne egy X, meg egy Y eltérítés, hát ezt így is el lehet képzelni, meg akár így is. És akkor ez az egyik eltérítés, ez a másik eltérítés. Csak meg kell hozzá azt a szoftvert írni, ami olyan eltérítő jelet csinál, ami valamennyire lineáris képet fog alkotni, és megcsináltam, és jól lett. Mit tettél fel? A tunnel effekt. TEM, az a TEM, tunnel effekt mikroszkóp. Ja, csak miért nem tudott volna, hogy mutassam nektek is. Igazából egy tű van rajta, ilyen egy másfél volt feszültség van rajta, és alagúthatás, az a tunnel effekt, az alagúthatás, átugrálnak a lenegőn az elektronok, nagyon közel a tű, nagyon közel van egy, mondjuk egy felülethez, és akkor átugrálnak az elektronok, és akkor ahol atom van, ott könnyebben ugrik át, mint ahol nincs atom.
Tehát nagyon picit kell ezt az eltérítőt mozgatni csak, és akkor le lehet tapogatni egy ilyen 500 atomször 500 atomos felület darabot, és akkor látod azt, hogy hogy vannak ott az atomok. Egész fantasztikus. Ez egy csoda dolog, és mondom, egy szupraform lemezjátszó tűvel csináltam meg, és működött. Nekem is láttam az atomokat, csak én már nem faxniztam annyira túl, mint ahogy itt túl volt faxnizva, mindenféle rúgókkal volt meg, mondjam, francokat. És tényleg nem telt el három év, meghívtak ilyen, itt volt az Aquamarine, vagy hogy hívják itt ezt Aquincum, nem Aquamarine. Olyan szállodában is voltam, ez Aquincum, szállod, az itt van. Araboké volt ez a szálloda valahol, igen, itt a Margit sziget mellett, itt Óbudán, mert az Aquincum, ugye az volt a régi római városrész, és akkor itt ez is Aquincum volt, ahol most vagyunk. És ott volt egy ilyen, az már az asztalon elfért, nem kellett hozzá semmi nagy handabanda. Ja, mit tudom én, még ilyen szerves vegyületeket is meg lehet, nem tudom, benzol, vagy ilyesmit be lehetett tenni, és meg lehetett benne nézni. A benzol felszínén meg tudta nézni az atomokat. És tényleg a gyűrűs molekulák látszottak, egész fantasztikus volt. Csak ilyen, mint laborvezetőt meghívtak ilyen bemutatóra, és akkor sok ilyen bemutató. És ez is egy érdekes bemutató volt, itt mutatott be egy nyugati cég, még valahol megvannak a brosúrái még mindig. Tehát ahol amit ők mutattak, és nagyon jó pofa dolgok voltak. És akkor én ehhez hasonlót csináltam, de három évvel előbb. Lehet, hogy egyszerre csináltam ezekkel, hiszen ha valaki gondolkodik valamin, aki ugyanazon a témán töri a fejét, annak könnyen eszébe jut. Könnyebben, mint a kis, ha senki nem gondol rá, csak. És ellentmondás szerint bácsolok előadás sem fölfedezni. Nem baj. Tehát most itt pont erről van szó, hogy valaki gondolkodik, meg a másik is gondolkodik, és akkor hát ugyanerre gondolhatunk. Igen. Ez, illetve a múlt előadásban ilyen is elhangzott, hogy mit tudom én, van egy fény, kantum, amiben benne van bizonyos információ, mondjuk teszem azt, hogyha hidegebb van, akkor azt az én testembe mondjuk belemegy, ott átveszi az én rezgésemet, tehát rám fűződik, vagy összefűződök vele, és akkor én valahogy mondjuk lesugárzom, akkor kimegy, és ez a fény elindul, és akár még az egyetem, a univerzum másik felén is megjelenhet ez a fénykvantum. És az információ is. Információ, és akár az kiolvasható lenne. Tehát ez a kettő információ olvasás, ez milyen viszonyban van egymással? Vagy tökéletes. Egyek vagyunk. A világegyetem Istenből áll. Csak abból áll. És semmi más. Nincs külön ördög, Isten, nincs külön. Van olyan bibliai részt, tudok olyat mutatni, csak ezzel így simléskedni szoktak, hogy én csinálom a jót, és én csinálom a rosszat, és mondja az Isten. Tehát ugyanannak a valóságnak a polaritása, a két széle. És ugyanez van itt is. Tehát az információ, az rárakodik, ez egy ilyen perturbációs információ, a Dirac foglalkozott ilyennel matematikailag, egész jó eredményre jutott vele, én mátrixokat, hát ilyen dinamikus mátrixokat tervezgetett, hogy abban hogy terjed az információ. Mondjuk ilyen van egy fél darab, ráütök egyet a kalapáccsal, akkor ezek a rezgések terjednek benne, hogy én rákocsantottam, azok ide-oda pattognak benne egy darabig. Tehát ha leírja valaki a vasúti kocsi működését, hogy ne ütközik, ekkora erőt fejtett ki, ilyen sebességgel, olyan üzemben, az egy rakás szar. Közben ezért gondold végig, hogy iszonyú sok minden zajlik még. Azt írtam le annak idején, és ezen nagyon csodálkoztak a fizikusok, hogy a fizikai elmozdulás és a deformáció az összes terekben végzett elmozdulások eredője. Ezt gondold végig. Tehát az összes atomra vonatkozik. Tehát a vasúti kocsinak az összes atomja. Megy a vasúti kocsi, zörög. A zörgés terjed be a dobozában mindenfelé, mert a doboz is zörög. De aztán megkicsapódik a másik vasúti kocsinak, egy nagy boom. A ütközők, ahogy összecsapódnak, mondjuk a rendező pályadvaron, boom. Akkor még visszapattan egy kicsit onnan. Tehát még hintázik egy darabig. Meg még rengeteg ideig terjed benne ide-oda
az az ütközési hang, ami keletkezett, de ez egyfajta ilyen torzióval, deformációval jár. Nem gondolják ezeket végig, ilyen felületesen valamit mondanak, most már azért vannak azért professzionális ilyen programokként, tudom, de hát régen ezeket nem gondolták végig, és a tananyagban is ilyen felületesen van meg. Tehát ha ezt is elmondod, hogy mind lezajlik, akkor az már érdekesebb. Na most ez az információ is. Azt mondtam, hogy minden Istenből van. Az azt jelenti, hogy minden egyszerre van. Egész fantasztikus. Tehát van egy, a világegyetemnek egy egyszeressége is, vagy olyan csodálom fejezzem ki. Tehát van a száluniverzum, a száluniverzumban az információ úgy terjed, mint a spárgatelefonban, amit játszottunk gyerekkorunkban, hogy két üres cipőpasztás dobozt átütöttünk szöggel középen, spárgát átűztük, csomót rá, meghúztuk messzire a spárgát, nagyanyámtól ellopta a cukorspárgát, egy gombolya volt, nagyon boldog voltam az nagyanyám, nem? Mert utána már csak ilyen gumacokat kapott vissza, és a lényeg az, hogy meghúzzuk a spárgát, és az egyik beledumál a cipőpasztás dobozba, a másik a túlsó végén, a kicsit meg van feszítve, és nem kell nagyon megfeszíteni, kicsit meg van feszítve, hogy ne így lógjon, hanem úgy, hogy picit feszüljön, a másik hallgatja a cipőpasztás dobozba, és ha leveszem, nem hallom, hogy ő mit dobozba mit dumál bele, de hallgatom, akkor hallom. Tehát a spárgán keresztül egy ilyen hosszirányú rezgés távolodik az én hangommal együtt, longitudinális rezgés. És ez így ráncibálja a spárgát, ütemre, a hangom ütemére ráncibálja a spárgát, és az a másik cipőpasztás doboz membránját húzigálja. És ez konzerv dobozzal meg lehet csinálni, ilyen kiürült halakonzerves dobozzal, vagy akármilyen meg lehet csinálni, lukatodsz egy szöggel egy deszkán, tánk, és akkor attól kezdve már átfúzza a spárgát rajta, és már lehet vele telefonálni, a gyerekek olyan boldogok lesznek, hogy el sem tudod hinni. Hát milyen boldogok voltunk, hogy azt el sem lehet mondani, mert telefonálunk, aztán mi csináltuk, és működik. Tehát egész, ezeket a drága szar játékokat megveszik, és kifogy az elem, azt ott rohadt meg a polcon. Na, mert ilyen passzív játék, az nem, hogy megy egy ilyen kutya, azt mondja, nyek, hát egy darabig érdekes a gyereknek, de meddig? Hát mondjuk 10 percnél tovább nem. Aztán már nem érdekli, és ott rohadt meg a polcon, nem fog vele játszani, mert az nem is lehet játszani. Egy ócskaronybábú valami, amit meg tud személyesíteni mindenhogy, mozgatja, rakosgatja, drámát, színdarabot ír vele a gyerek, és eljátszol vele valamilyen jelenetet, azzal eljátszik. Azzal jó, de az ilyen passzív játékok azok semmilyen nem jó, mert megveszik a szülők nagyon drága pénzért. Gyerekek egy csutka babával milyen jó lehetett játszani. Tehát nem volt abban se egy rongybabában, hogy el lehetett játszani. Én vartam is rongybabát, varrógéppel, voltam 6 éve, 7. Rongybabát vartam, varrógéppel, tessék van se. Ne térjünk el a kérdésemtől, mert nem kaptam meg a választ. Nekem szokásom. Tehát, ez a száluniverzum, itt egy kerítés képet föltettem, ha jól tudom, itt ezek a kis, tehát hogy az egész egy szálon mozdul végig. Nem biztos, hogy jó a kép. A lényeg az, hogy a kérdésem az arra vonatkozott, hogy átmegy az információ, a száluniverzum az egyik ember lelkéből a másik ember lelkébe. De a fényquantum... Mindig az Istenen keresztül megy. Tehát ilyenkor fölmegy a túlhúj? Fölmegy egészen a teremtőig. Teremtőig? Minden információ fölmegy a teremtőig. De ez nem benne... tudsz olyat csinálni, hogy ne menjen föl. De amikor van egy fényquantum, ami önmagát másolva elindul a Föld bolygó irányából valamerre, akkor ezek önmagát másoló történik. Az igaz, de az órajelet azt mindig az Istentől kapja. És az órajel az a száluniverzum. Az a száluniverzum, így van. És ez az, amire nem jöttek rá a fizikusok az EPR jelenségnél. Einstein, Podolsky, Rosen. Nem jöttek rá, anyáznak, ahelyett, hogy gondolkodnának. Láttam, hogy már ilyet írtak, hogy mi aló, ezért tudom én a fizikából. Tehát így leírva láttam publikációban. Elkeseredett már a fizikus, mert nem jött rá, hogy működik. És akkor lopikulával dobálozik, de közben rá kellett volna már jönni, utána kellett volna gondolni. Ha nem láttam volna ilyen angolul ezt a publikációt, akkor azt mondom, hogy jó, hát ez, de én láttam ezt. És ez a lényeg benne, hogy ott van előttünk a megoldás, mindig előttünk van.
A szálluniverzum is előttünk van, szól, jelentkezik. Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Tehát az LPR jelenség, gyerekek, az Einstein maga döntötte meg a fénysebességet. Maga döntötte meg a fénysebességet. Mert az Einstein, meg a relativitás egyenlemszer szénézet, állam ezzel jönnek. Most bocsánat, a tahionok például leszarják a fénysebességet, mert nincs tömegük. Akármilyen sebessége mehet és kész. Például. Csak egyet mondtam. Aztán ez a szálluniverzum, ez még ennél is sokkal gyorsabb, mint a tahionok. De a szálluniverzum az egy térciklus alatt elér az univerzum külső határaig meg vissza. Ez egy térciklus alatt. Ez olyan baromi gyors, hogy gyakorlatilag végtelen gyorsnak mondhatjuk. Hát ezt is mondták rá, hogy legalább 100 milliószoros fénysebesség, de csak azért mondtuk ezt, mert ennyit tudtunk most mérni. Tehát a mérésben ennyit fért bele, de az nem azt jelenti, hogy az nem lett gyorsabb. Ez egy végtelen gyors. Tehát minden a szálluniverzumon keresztül, az most is megvan, itt is megvan, az időszálak. Nem tudod megfogni, nem spárga, de az alapelve olyan, mint a spárga telefoné, mert hosszirányú információ tud rajta. Minden egyszerre el tud menni, az egész létezés, minden. Egy kis forrásban. Ez erről van egész az univerzum faláig meg vissza, és természetesen erről van a teremtőkig, hát hiszen onnan jönnek az óraimpulzusok. Az óraimpulzusokon keresztül visszafele is megy az információ, és ezek a visszafele menő információk, ez a moduláció az óraimpulzusnak, ami visszapattan innen, és visszamegy a teremtőhöz, de nem azt tartja fenn a teremtőt, ő kelt ilyen impulzusokat, és ő az, aki életbe tartja az egész univerzumot. Mindig életbe tartja. Nem kész van, mert ez egy marhaság, hogy elkészült, kész, megvan, hó, forog, alkotó, pihen, rossz semmit pihen. Nem pihen. Az alkotó alkot, meg még alkot. Mindig. Tehát mindig csinálja az atomokat belülről. Kifele, mindig, az összes atomat egyszerre. Tehát, hát itt meg ilyen marazságokat érzétek, hogy alkotó megpihen, és fáj, ez ilyen vadásznál is volt ilyen. Nem pihen az alkotó. Az alkotó sose adja abba az alkotást. Egy valakitől hallottam ezt már, az Uri Gellertől. Az Uri Geller az olyan kicsit megvilágosodott figura. Nem tudom, hogy éle még a Geller, szervusz Geller, láttalak, tud magyarul. Ilyen Dohány utcai zsidó gyerek volt, és tud magyarul, nagyanyánál itt kavart, és tud magyarul. Egy kicsit törő a magyar, de tud magyarul. És nagyon jókat tud csinálni. Nagyon jókat. Búkodj. Mi? Búkodj, és tényleg elkezd búkodni. Hát kiraktam elé az olyan órát, amikor otthon én direkt kivettem a hajszárból. Ezt intézze, és kiraktam elé. Hát figyelj, felveszem az órát, kecseg. Na, erre marják gomba. Mert visszavitte az időbe, és akkor még benne volt. És amikor elérkezik az ideje, akkor eltűnik belőle a hajszárugó. És képzeld el, és kint lesz az asztal. De nem, most veszem ki. De egész fantasztikus. Tehát ő mondta azt, hogy a teremtő egy pillanatra abba hagyna a teremtés, megszűnne az univerzum. Neki volt igaza, mert ez így van. Tehát nincs pihenés. De ez nem egy bácsi, aki fáradhatatlan bácsi, meg ilyeneket képzelegnek maguknak az emberek, jótékony, meg gonosz, ördögbácsi, meg istenbácsi, meg nem, Isten néni, szóval ilyeneket képzelegnek. Nincs ilyen. Maguk a nevezetes források, azok időforrások. Időforrás, és semmi köze nincs ahhoz, amit te beleképzeled. Igen, az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságát teremtette. Na, miből van az összes atomod? Azokból az időforrásokból van. Az összes atomod, az összes fénykvantum benned, minden abból van. Az igen, ez az igen. Benned van? Benned. Belőle van? Igen. Olyan vagy? Olyan. Na de azt képzeled, hogy akkor én egy olyan vagyok, hogy benéz a tükörbe és ott majokodsz. Mondom, de figyelj, de nem. Fordítva tetszik gondolkodni, nem úgy van. Tehát maga a bibliai szöveg jó, az emberi magyarázat az gyalázatosan silány. Rossz a magyarázat. Na hát bele képzelik, meg bele gondolnak, jól van ez itt már aztán, de nem jó. Tovább kell innen járni és gondolkodni. És akkor nem fognak elmenni a hívők a nagy katolikus egyházból sem. Én tettem javaslatot, mert volt ilyen javaslat itt, hogy tudná valaki valamit olyat mondani, amitől a fiatalok is oda csatlakoznak az egyházhoz.
és írtam a püspöknek, hogy igen, tudok ilyet. Visszaírta, hogy ilyen bizonytalan dolgokra mi nem vagyunk ügyek. De arra már nem gondolt, hogy én a Bibliára gondoltam. Értitek mi a probléma? Tehát őben az előítélet sokkal nagyobb, mint a gondolkodás. Egy nagyon rendes ember, de ebben a témában úgy látszik, hogy nagyon merev. Ki kell innen törni. Tehát jeleztem a pápának is, írtam már, hogy szívesen elmondom a vezető tanároknak, papoknak, elmondom azt a részét a teremtésnek, amit akárhogy, akármilyen okosok, de nem értenek. És nem reagáltak rá. Volt Vatikánnal sokat leveleztem már, de ilyen, vagy reagált mondjuk a Vatikáni rádióból kaptam szerelmes kötetet. A katolikus paptól az mondjuk érdekes. Igen, de a rádiónak volt ráadásul a magyar szekció vezető. Egy nagyon rendes ember, nem arról van szó, normális ember, hát minden emberben mozog az érzelem, hát az egy baromság, hogy nem. Le lehet tagadni, meg lehet mindenféle ilyen önsanyit kitalálni, ilyen önsanyargatást. De hát ki kéne innen törni. Ki kéne törni, rosszul állunk hozzá, a lónak ez a vége harap, a másik vége rúg meg fingik, a középen kell rá fölülni. Ez ilyen egyszerű. Nem? Milyen egyszerű? És ettől függetlenül még mindig nem kapjuk meg a választ. Mondjad! Tehát oké, ez mind-mind száll univerzum, de akkor az a fénykvantum, ami én belőlem kiállott és én rám volt fűzve, az, mivel én rám van fűzve, akkor az én információm az rárakódott az Istenire. Igen, igen. És így ment vissza Isten. Igen. Igen. És itt az információ hordozó, igen, az a tahion, ami benne másolódik körbe-körbe, ami egy másolat. Nem a másolódás az információ, hanem az a rezgés, amit ennyi irányba tud rezegni. Nem véletlenül kezdtem a dirakról beszélni, meg a perturbációs almazról. Te azt nem vetted észre, mert nem tudtad, mi a dirak, mi a bizonyára. És ezért nem mondtad, hogy ki volt az a dirak, miért volt az a dirak, nem ezt mondtad, hanem hát jó, valami dirakot mondod, de az fenét se érdekel. Pedig ez benne a lényeg, még magyar felesége is volt. Elmondom, hogy miért mondszolgattam ezt a témát, mert a Gyuri bácsi sokszor hivatkozik négy őselembe, holott öt van, mert az étert is... Négy van. De az ötödik, az az éter, az maga az információ. Tehát az nem egy őselem, csak ami maga az információ. Ezt a... Ami az összes elemben benne van. Egyszerre, nem csak egybe van benne, hanem mindegyikbe, hiszen a száluniverzumon keresztül minden megkapja az összes információt. Minden. Mindenhez és minden eljut, méghozzá azonnal. És azon kívül fénysebességgel is eljut. Tehát én így csinálok a kezemmel, akkor 1,2 másodperc, mert ez a mozdulat odaér a holdra. Egy másodperc. Kicsit több, mint egy másodperc, múlva odaér a holdra, és a tükröződéssel még 2,4 másodperc van, visszaér hozzá. Mert a hold annyira 1,2 másodperc van fénysebességgel, és ez a hullámtér, ez fénysebességet terjed. A naptól 8 perc múlva jön vissza, a Plutótól majdnem 6 óra múlva jön vissza, és itt van. Amit kigondolok. És az univerzumban van egy végtelen gyorsan terjedő, ez az, amit mondtam, hogy egy térciklus alatt eljut az univerzum faláig meg vissza. Ez gyakorlatilag végtelen gyors, mert ilyen milliárd fényéveket megy ez alatt oda-vissza, mert ez egy ilyen felvillanó létsor, az a száluniverzum, az nem egy korrekt valami, hanem egy ilyen létsor, a létezésnek egy sorozata, ami felvillan, és visszafele is felvillan. Igen, de ezek a felvillanó elemek, ezek mind hordozzák az egészet. Az éppen ott, akkor aktuális egészen most hozzá. Most a... Azt a pillanatot, a most pillanatot, ami ott most. Igen, és ezen egy keresztből megy át. Ezen meg hosszabban megy. Igen. Hosszabban, szállirányban. És ezért mondjuk, hogy felvillanó, hogy akkor azt a térréteget üti át éppen. Igen. És ez a felvillanás az ami tartalmazza mindig az egészet. Sokszor idézem direkt a védákat, mert a véda könyvekben, és én nem buddhizmusból idézem ezt, mert ilyenekkel, Irkán ez egy hülye buddhista, ilyeneket Irkán. Anyád keserre, az a hülye buddhista. Mert a
ha abban a pillanatban kimondok valami véda, vagy ilyen szót kimondok, abban a pillanatban a buddhista is menekül előle. Ezt nem szabad olvasni. Tehát vannak ilyen vallási fanatikus idióták. Hát igazából, hát gyerekek, az mind Isten üzenete. Az, hogy nem szabad elolvasni, meg... Csak úgy mondanám, hogy elmész Isztambulba, a nagy mecsetbe, ott van kitéve, Isa egyenlő Jézus. Kiemelte az összes proféta közül külön ki van emelve egy nagy márvány táblán, ott van kiemelve, hogy Isa egyenlő Jézussal. Isza. Isza proféta, ugye? Isza proféta, és úgy hívták Jézust keleten, és úgy hívják most is, Isza. És Isza Puresh Hamuvobbuk, ugye? Ettől kezdve tök mást jelent ami a mondat. Nem azt mondja, hogy bizony Puresh Hamu vagyunk, mint amit nekünk fordítottak, egy frászt. Azt jelenti, hogy Isten Puresh Hamu vagyunk, az nagyon mást jelent. Tehát Jézus Puresh Hamu vagyunk. És nem érti, nem érti, és aki nem a mestere, az a hóhéra. Ez a nagy veszély benne. Tehát ott van előtted a megoldás, tehát persze, hogy utána nem beszéljünk róla, meg most már ezt kiradírozzuk, eltüntetjük, mert a tévedést valahogy eliminálni kell, el kell tüntetni a tévedést. Az nem is volt radír, de hogy nem? Régi bűnöknek hosszú az árnyéka, mondják a zsidók, és ez nagyon így van. Ez nagyon így van, hogy bizony utána jön. Volt, hogy mit tudom én, hazudtál valamit most iskolás korodban az osztálytársadnak, és akkor 40 év múlva találkozol vele, és ez a hülye még emlékszik rá, a francba. És ott vagy bajban ő. Igen, tehát a régi bűnök még ilyen hosszú az árnyéka, és az Isten meg minden emlékszik. Olyan nincs, hogy nem ilyet mondtam, visszajátsza neked a filmet, hogy na, itt mondod. Most erre fáznak rá ezek a lükeagyú politikusok, mert nagyon lütyőkék ezek te. Hát az őzős, mekegős, makogós ágyuk már, tehát nem tud beszélni, mindig ez jön belőle, mert lassú az agya, olyan Commodore agya van, hogy annak a rendje. Tehát lassú, nem tudok más mondani. A Commodore így rajzolta a kört. Most meg így rajzolja a kört, ugye? Más. De felgyorsultak a dolgok. Tessék, mondjam. Tehát akkor a védáknál az, aki, ez egy nagyon rövid mondat, az abszolút lét, a tiszta tudat, tiszta intelligencia hullámzása. Igen. Ez igen, így van. Ez van. Ez az intelligencia viszont egy hatalmas hullámtér, egy holografikus élő hullámtér az egész univerzum. Úgy, ahogy van. De holografikus létezés. Tehát minden eleme hullám őrületekből áll. Tehát minden eleme nagyon bonyolult. Már egy darab hidrogénatom is nagyon bonyolult. Nem az, hogy kering egy elektron a proton körülbelül, bemagolja, és akkor gyerekek, hát ez egy szar. Persze. Na jó, de a szál univerzumok kivaradnak belőle, a protonnak a belső szerkezete kivarad belőle, kvarkok, és akkor mond három, és az a proton. Jó, gyerekek, ennél kicsit már tovább kéne jutni, 50 éve lesz. Ezt kitaláltátok, jó pofa volt, három kvarkot, már királynak rendben van. De ott tolják az izódát a másik hajon. Tehát a sirályok meg kiabálják, hogy kvark, kvark, kvark. Ez nem véletlen a történet. Tehát ez a lényeg az egészben, hogy ott van előtted és nem tudod. Tehát ez nem fejeztem be az előbb a védákat, ugye ott a legkisebb szikrámban él, ott ha kavarog az egész univerzum. A teljes univerzum, az összes élőlényel, az összes kőzettel, az összes bolygóval, az összes csillaga, mindenestől. Érted? És ez ott van egyetlen egy időforrásban is. Ez a helyzetben féle határozatlanság oka. Ezért lehet felhőnek leírni az elektront. Mert en helyen van. Mert minden hullámtérben, ami odáig elterjedt már, máshol és máshol jeleníti meg. És ezért össze-vissza van, egy felhőszerűen van. Az egy darab elektron, ha egy hullámtérre vonatkoztatom, akkor itt van. Ha másikra, akkor itt van. Tehát mindegyik korrekt, csak hogy a világegyetemet egy őrült, bonyolult hullámtér világ, az az éter, amit mondasz, ebben már az információk is benne vannak. És ez az információ, ez nem olyan őselem, mint a tűzvíz levegő föld, belepróbálták magyarázni, mert volt a többi elemfilm is, értem, tudom, igen.
De nem. Láttam is a filmet. Hát jó van. Jó van. Jó, arra is. De jó film. Egy kérdés ugye az egészre vonatkozóan, azért van ennek egy eleje és a vége, ez a dráma élete. Igen, tehát az a dráma, az nem más, mint a téridő. Az a téridő, ami minket fenntart. Az, ami mindent fenntart, nem minket, igen, hanem mindent fenntart. Tehát az az univerzum fenntartója, az a téridő. És az a téridő az nem egy koordinátarendszer, mint ezek hülyeskednek ebben a fizikusok, hogy a Descartes-féle koordinátarendszerre kilódnak, és akkor belerakja az időt, és hát persze, ha tele van koordinátarendszer, és akkor egyiket letépi oda, tűzi helyett a másikat. A skalát odarakod a vektorral, jaj, de ciki, nagyon ciki. Tehát rosszabbnál rosszabb megoldásokkal görcsölnek, ez a lényeg. Ez egy hullámtér, ami már eleve az idő kezdete óta hullámtér. Ez mindig hullámtér volt és hullámtér marad. És ez a hullámtér egy spirál gömb alakú hullámtér. Mondogatták a fizikusok, hogy a spirális időről beszéltek, hogy az idő spirális szerkezetű, és neki igazán van, a metszete az egy spirál, mint a hajszárugó az orrában, egy olyan spirál, és ez a spirál szerkezet, ez csak egy metszet, az egész egy ilyen spirál gömbök sorozata. Tehát, láttam ilyen szobrot, tehát az Isten már megnyilvánult, hogy az SR-nél lehetett ilyet látni, amikor egy ilyen önmagába visszakanyarodó tahiont csinált rajzot le, és az nagyon jó volt. Aztán láttam ezt szoborba is megcsinálva, hatalmas nagy szoborba, valahol Amerikában, San Francisco, valahol, nem tudom, valahol ott láttam, egy ilyen szobrot, ami egy ilyen helytető vagy domboldalon áll. Ezt? Én nem látom. Hát ez az önmaga, ez a saját farkával alakú kígyó inkább. Igen. Eser egyébként. Eser? De ki jó, vagy csak egy kúp? Hát egy ilyen kúp. Csavarodott kúp? Na, erről beszélek. Igen, az az esel, mert abban benne van még a forgás is. Tehát miközben halad, ez egy tűzelem, egy tahion, ami halad, és belemegy, kanyarodik saját magába, a saját múltjába, és azt eszi. A múltját eszi. És akkor volt ilyen rettentő nagy arc nyugati idióta kérdezte az indiánokat, hogy ők miben hisznek. És akkor mondták, hogy a teremtőbe, és akkor a teremtő az milyen? Hát a teremtő az nem egy ember, hanem azt teszi, amit hátra, hogy érte, rögtön értette a nagy arcangol. Úgy értette, majd szétszakadt az értelemtől, akkor szart teszik. Érted? Na azt teszi, amit hátra, hogy ő, hát ez egy fekália, zabáló, fúj, miért, mikbe hisznek ezek? Nem, te egy nagyon hülye vagy, Komán. Mert hogy? Az a múltja. Meg volt ez a görögöttnél? Ambrózia, úgy, ahogy mondod, az ambrózia. És ez az ambrózia, amit a napisten lovai esznek, az az abrakjuk. Hát nem más, mint a saját múltjuk. És ez tartja fönn őket, nem. Ez hordozza azt a képet, ami fönntartja a téridő forrást, vagy a fénykantumot, és így tovább. Na hát innen fogjuk folytatni, és jövő héten szívesen látlak benneteket is, és akkor folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!